Ők, mikor így ránéztek a területre, azt hitték, hogy ott lenne, ott az alsó szinten az erdősarkán. Ez volt az első gondolatuk, de azt mondták, hogy rugalmasak, ha mi mást javaslunk nekik, akkor az, az is szóba jöhet. Az Azért az ügyben kell jönni. Mondjuk az is kérdés van, de hogy ilyen jogszabályozás, hogy rendbe kell vennünk, vagy nem? Szerintem nem. Ha beyond imagination, akkor nem. Azt mondta, hogy majd úgyis a végén kifésülik, hogy mi az, ami mi működik, vagy sem. Utasítanak az arra részben. Vagy közután kell elő. Nem csak az, hogy ha ő nekik jött a kérdés, hogy külön telteken lesznek majd, vagy egy telten. Hosszatlan közös terület. Külön akarnak telteket lenni, hogy ami gondot, hogy majd megveszik. Jaj, mert hogy meg az is meg van szabályozva, hogy ott telten hány házban van. Mert hogy én amúgy simán el tudnám azt képzelni, hogy van egy hosszú telek most az ő elgondolásuk alapján, és akkor ott egymás mellett a házak esetleg egy ilyen tessék-lássék kerítés, hogyha akarnak külön területet, ez kész telek. Hát, de... igen, ez nem mindig egy kérdés, az is, hogy ők úgy akarják megoldani, és nem tudjuk. Meg azt is csinálják, hogy felparcelezzek végig, és csak a végére telepítenek házakat. Uh-huh. Szóval így ezt meg lehet oldani így. Megösszetésülni a fesztiválon, mert nyilván, hogy családi házak vannak, azért így meg ki kell jelölni, hogy akkor pontosan hol legyen a fesztivál terület, gondolom jelenleg, hát és ez lenne. Hát én a fesztivál terület. Ez biztos ez, nem? Hát meg én mozgóra tenném, tehát hogy ezt másra is lehessen azért. Igen. Nem tudom hány Igen. Egyrészt, de meg nem csak, hanem hogy érdemes lehet, ha már itt családi házakról beszélünk, hogy valami zajszűrő dolgot is betervezni. Hát, de figyelj, szerintem azok, akik ide jönnek, hogy arra hogy nem tudom, hogy elmegy, nekem vannak ilyen ismerőségek, hogy a kocsonynak van. Ha elég, hogy egyébként mindig van, akkor az a helyzet, hogy ki akarja adni a házat, hogy mindig elmegy, hogy keres belőle, hogy akkor... Gondoltam, hogy amikor éppen a zenei részleg megy, hanem azért 500 ezer embernek bazinat szállítanak, így ámblok folyamatosan. Hát meg tervezik kiadni, azt is mondta, igen. Hogy ők tervezik azt, hogy ők kiadják különböző rendezvényekre a területet. Na igen. Nem csak az egy fesztivál, hanem hogy ez valahogy, meg a műhely. Igen. Az is a zaj, arra is mondtak igen. Valami zajzárás. Hát, hogy ilyen stílusú legyen például Sárihez, mert ez például egy ilyen modernebb stílusú, de még a parasztázba bele passzol. Mert én nekem, ha én házat építeni, magamban kívülva, én felhátok felé. Szóval, hogy az is fontos, hogy ők mit szeretnének. Ennek van egy nagy főkerítése. És vajon a többi is ilyen lenne, vagy más, teljesen más stílusú. Olyan, amilyen nem szeretném. Ja. Hát de címet, nem fogsz tudni egyet csak valamit, mert ha megpróbálnál, akkor sem tudna semmit. Ja. Viszont se tudjuk, hogy kik fognak itt lakni most ezt a két csatóval, hogy szerintem ezt így enged, de valamit megjegyezünk, valamit mindannyiunk. Hát hobbit házakat kell tervezni. Ez mindenkinek tetszik papíron, amúgy meg teljesen mindegy. Csak mert olyan furának érzem. Hogy most a házat is tervezünk, a ház az egy téglalapos. Igen. Csak egy kicsit olyan furának érzem, hogy itt van mondjuk egy gyönyörű keret, esetleg beerdősítve, fásítva fesztivál terület, és sok ilyen, 20, nem tudom, ilyen nagy ház, ilyen nagy telek. Szerintem 70-5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 0-
Igen, mm-hmm. igen, igen. Azt mondta is, hogy ez ilyen luxus. Igen. Igen. Nagyon könnyen felmelegszik. Csak saját tapasztalatomból mondom, egész nyáron szenvedtem a tetőtérben. 30 fok alá nem ment éjszaka a hőmérséklet. Szóval... Tényleg? Ő csinálta? De jó, nagyon szép. Igen, itt van a monogram. És neked csinálta? De csak neked adta, mert fontos uh-huh. volt. Aha. Nagyon szép, tetszik. Ez bugylibicska. Uh-huh. Ez kimondottan bugylibicska. Igen? Ez hát az a neve ennek a típusnak. Uh-huh. Hát ilyen lemez, mi az kis pengéje van. Uh-huh. Mi ott a gofri?
ami még sokkal ez micsoda, áfonya? Az áfonya. Az is a gofrihoz van. Lehet rá díszítést kérni. Persze megálltuk, nem marcipánból van. Vagy hát ilyen piac. Jól van, hát majd ebéd után szerintem benevezek én is egyre. Mindenképp. Hogy ezek helyi kutyák, azt nem is tudtam. Ugye a Fosóka Szilvának az érettségi állapotából következtetsz a mikroklimális hatásokra? Igen, igen. Vagy egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen szürkevíz, vagy mit tudom, mi lehet itt. De ezt gondolom meg tudják mondani, nem? Gondolom. Jól vagy? Ja jó, aki bringával jött, merész. Biztos a később. Indultak el időbe. Ráadásul ketten. És az itong? Az itong egy, ő a, hogy hívják, a glüggából. Glüggából, aha. Mi a lehet? Jössz velünk? Hát ilyenkor a gumicsizma nyerő, ez igen. Vitathatatlan. Mit? Bocsánat. Hát ilyen mezőgazdasági témára számítottam, és ez a ja, hogy a rohadt sok ember idehozatalára nem annyira. Uh-huh. Hát igen, de ahogy, ahogy így azt mondtam, hogy jó valami olyasmit ajánlani, ami július között, augusztus között lezajlik, hogy éppen nincsen vele dolog. Tehát előtte van vele dolog is, ha igény is, meg utána, akkor azt tudhatunk. Mert én a tetőfelületeket, mint hogy beszéltünk az előttesen, hogy nem tudom, hogy nem gondoltam, hogy csak fintére gondolkodunk, vagy pedig okolnak tudják azt. Ez a mítató lehet, hogy valami tárolom, vagy valami. Fedeles tárolom, igen, hogyha egy olyan építményben, aminek mondjuk ilyen a teteje, amit tudunk földet rakni, akkor még tehát, hogy fölfelé is tudunk a növény, aha. Igen, tehát akkor a növényekkel fölfelé is tudunk építkezni, és nem feltétlenül kell, hogy kikerüljön arra, de az lehet egy közösségi tér alatta, és meg lehet koncerttér, és attól függetlenül még fölteremhet bármi is. És mekkorára gondoltál kb., hogy ez milyen nagyságban? Hogy azt gondoltam, hogy ezt a parkolókat is ezt nem tudjuk így jelentősen betelepíteni, de időszakos használatra például van ilyen téli gabona, vagy ilyesmi, ami nem a hajdinára utalok, hanem őszi kúza, vagy rozs, meg mit tudom én, mit. Ezeket lehetne, mert ha más nem csak növeli a biomasszát, de amit jó, kitermelsz, ott a mulcsnak lehet használni, vagy szalmának, állatoknak vagy akármi, de időszakos legelőnek is lehetne használni, uh-huh. Szóval, hogy terelgetni az állatokat oda, és akkor persze a fesztiválnak idejére nem. De nem gáz, de állatoknak olyan fesztiválnak. Amire rááll a kocsi? Igen. Hát. Úgy tervezik, hogy legyen itt autó. Szóval arra kell számolni. És erre is vannak ilyen megoldások, hogy hogyha például bemúltoljuk a területet, ahova az autók mennek, és azt a gomba azt lebontja az olajterméket, és teljesen ezt tudja semmi. És ezt minden fesztivál után elvészett? Nem. Nem tudom, van ilyen szerkezem. De hogy az a terület, ahova állnak majd az autók, ott van egy ilyen kifeszített ponyva, most a vanyagokban ne akadjunk fenn, kifeszítjük a ponyvát, és ezt így fölhúzzuk, tehát 20 centire a talajtól, hogy tudjon lélegezni, és amíg ott parkolnak rajta az autók, és akkor amikor készül, akkor összetekerjük, és kész. Ez nagyon... Ez a ponyva miből készül utána? Hogyan? Igen.
Dobogó, hát ponyvázni nem lehet, mert az... Igen, én... Igen. 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 Simán kavicsos. Tudom, hogy ez nagyon basic, de mi van, hogy kijelölt parkolóhely, ahol normálisan, hogyha sár van, meg ilyesmit nem kell beleragadni, nem kell kaszásolni. Simán kavicsos. A kavicsozol az a rengeteg pór jár, tehát az nem, az porol. Igen, igen, hát ezért mondtam, hogy ez kijelölt lenne. Azért az egy de nem feltétlenül biztos, hogy egy hét, mert hogy lehet egyébként jó, hogy egy csomó lehet. Attól függ, hogy mit te tervezünk, mint ezt fél megérhetőség. Én megmondtam, akkor már valami olyan. Figyelj, és mély garázs. Most igen. Lehet, hogy nem túl nem. Népszerű a dolog, de ugye, hát ez alá betolni. Tudjátok, de mi lenne, hogyha a műhely és a garázs valahogy összekötődne? Mert ugye a műhelyet én levinném a föld alá, mert összélek hangfélben. Igen, meg a kocsikat is. Igen, csak mondjuk annyi, hogyha mi garázsba megyünk, annak nagyon nagy a lemenő része ahhoz, hogy ott el sem forgolódni, ahhoz nagyon... Igen, hát ez a 300 millió. Ez millió. Beyond imagination. Jó. Tehát okay, drága. Igen, jó, de fenntartatónak is kell lennie. Tehát, hogy a bekerülési költséget, igen, ugye, hogy igen. Ezt mondtuk, hogy felrakultúra, hogy vissza kell tudja hozza az élete igen. Során. Na most és ezt nem tudja. Ettől még egy belvárosi részen a fizetős parkoló is rohadt messze van. Igen. Megnézzük a jó nagyba. Ezt már valami kiásni próbálta, azt valószínűleg pocok, és akkor valami ráment, hogy kihúzgálják, igen. De hogy milyen amerikai mintát mondtál? Uh-huh. Hát, hogy ligetni tudod. Igen, igen azok nagyon, az mindenkinek tetszik szerintem, mert beleillik teljesen a természetbe, ki van használva a hely, és tényleg úgy érzed, hát olyan, mint mondjuk most, hogy a sátrak ott vannak a fák között, csak érted, nem... nem próbálok keresgélni azt, hogy melyik kép a közé rakjad ki, hogy ne éppen egy, mit tudom én, ne lejtsen a sárkat. Meg ez lehetne ilyen több hasznú mondjuk, hogyha ilyen erdőkert rakod bele, akkor ott lehet csinálhatni ilyen egész életed magadat. Hú, ez nagyon jó ötlet, Jézusom, ez nagyon tetszik, igen. Igen, mert hát ugye aljnövényzetet is tervezik valaki. Igen. A zöld pardonra emlékszik valaki? Bocsánat. Na de nem arra, ami, tehát nem a, amikor már ilyen profitorientált, ilyen csúcs. Az egy szórakozó hely volt a Petőfi hídnak a mellett, a gyékényes időszakából. Mert ott gyakorlatilag az fesztivál volt, fák voltak, és igazából nem volt nagyon-nagyon bonyolítva a dolog, és szerintem akkor szoktak oda a legtöbben. Uh-huh. Meg ők szerették a legjobban, és ugyanez volt. Bocsánat, valami eszembe jutott, de hogyha... esetleg ilyen kempinges erdőterbet tervezünk, ami ilyen kicsit amerikai mintájuk, az egész éves bevételi forrás, mert kempinghely működik igen. Mindig. Aha. Ez most jutott eszembe. Plusz a szegymagad része. A szegymagad része. Igen, a szegymagad része. Szóval ez egy opció. Szerintem ez egy jó megyük opció. Megyük azt. Én egy ezt tök jó ötlet. Azt mondjuk vele, hogy akkor kell egy alkalmazott nekik, mert hogy egyik ők sem alkalmas erre. Hoztam amúgy iPad-et. Amint tudunk majd nézni neten dolgokat, esetleg megrajzolgatni. Okay. Tényleg egyébként így a munka, mert van 5 napunk, most a hétfőn, ha jól számoltam, akkor kettszer, vagy csütörtök péntek szombat, tehát a munkára 4 napunk van, és akkor az 5. az már ilyen finomítás. Prezentálás. Hogy mi legyen szerintetek, nem kell most megbeszélnünk, csak így van-e ötlet arra, hogy hogyan dolgozzunk együtt hatékonyan, mert heten vagyunk, mint a gonoszok. Hogy hogyan tudunk, hogy a szamurájok. Vagy a mesterlövészek. A törpékai. Vagy a törpe. Vagy a csárkány igen. Hát, én biztos, hogy azt preferálnám, hogyha közösen megalkotnánk valami víziót, majd a felképezésben a tekeresetet. Igen. És akkor utána valahogy valami alapján, amit most még nem látok, mert nem tudom, hogy mi lesz a folyamat, de hogy valahogy biztos, hogy csapatokra kéne bontani magunkat, mert hogy különben egy működik. Igen, nagyon sok. Nagyon sok. RP Rainproof. Rész feladatokat. Most figyelj. Figyelek. Mi a 4 térkép, azt el tudod nekem mondani, mert nekem az nem volt igen. Teljesen. Alap, zóna, szektor, növény. Az alap, az amire rámennek ezek az információk, amiket igen. Összeírkáltunk. A zóna az, amit már kitalálunk valamit, hogy... A jelenlegi zóna. Nem, egyszer kell egy jelenlegi igen. Zóna. Egy jelenlegi zóna, hogy most mik van. Igen, eddig mi van.
Az nem, de nincs rajta az alaptérképen, ami jelenleg izónak rajta van? Most nem. Most nincs, de... Nem, vagy most nincsen, de ezt meg tudjuk csinálni, igen. 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 És utána jön egy olyan zónázós, ami készen van. Mit kitalálunk, és egy játszótér. Az volt a negyedik. Igen, az a terv. És a szektor az melyik? Szerintem az a az is a meglévő. Zóna. Tehát, ez a szennyi, van egyszer egy csomó meglévő állapotban. Az első három, ahogy most a Kurgi elmondta, igen. Ez az első három, az mind a meglévő állapotnak a rögzítése csomó, uh-huh. Hogyha így jobban... Igen. Az Vili. És akkor, tehát az mind ilyen vizsgálati rész, vagy esetleg értékelés van benne maximum. Most aha. Mi van, azt rögzíted. És akkor utána jön a terv, amiből ő azt kéri, hogy minimum egy lap legyen róla. Uh-huh. És hogyha több lap van róla, akkor jó, az, hogy te mit szeretnél előbb. Uh-huh. Ez most egy darab lap lesz, amin van két kék vonal, meg egy piros, erre tudtunk jutni heten öt lap alatt, uh-huh. Annyi lesz rajta, ha meg csinálunk hat lapot, mert ilyen, nem tudom mik vannak, zónák, meg mit tudom én, meg látványtervek a varcsikóval, meg nem tudom. Leadjuk a fényképet. Szóval még egyszer megcsinálok. Az egyik a csapat az alaptérképet, a másik a szektor, a harmadik a zónákat. Már nem tudom már még egyszer. Elmondanád még egyszer, mert nem figyelj. Nem is ez, nem, nekem az, amit mondott a végén, hogy ugye nem elég az elem, amik föl vannak írva, de hogy ennek hol a határa? Mert hát ezt a végtelenségig írogathatnánk. És ha megkérdezem, hogy most használunk, akkor gyakorlatilag az a határa, amit most fölrajzolt a Kurgi, mert nem tud frissebbet fölrajzolni, Én arra gondoltam, hogy a listázandó elemeknek a érted, hogy mit tudom én, mert azt mondta, hogy az kevés, hogy nem írtunk föl elég dolgot. Érdekes. Jó, erős, ez látszik, és ez meg ilyen műanyag, igen, és mi támasztja alá vajon a létre, nem hiszem, nem zsanéron van. Ez valami szürke víz, barna víz. Hogy vezeti? Csapi, ő tanácsadás. Ja, hogy ő már benne van. Ő már benne van, ő tavaly végezte. Aha. Kicsőcsőnöget is végezte idén. Ez egy dolog. Nézzük meg a paradicsomot. Egy kis paradicsomot. Működik. Ja, ez nem a... az igen. És ezek a kicsik, az is lehetőség. Megértem amúgy teljesen, de ezek a kicsik. Megvárom, míg mindeztek belőle. Ja, hogy tegnap volt ez. Például ez egy eset, de hogy nem, tudod, ő azért ült oda, mert fázik. Vagy szomjas, és őt nem érdekli valaki beszélni, és mondja, hogy akkor szomjas, hogy létezik, hogy a ja, hogy a természetes szükségleteket nem lehet. Hát ez egyértelmű, szóval ez nagyon nehéz, mert nyilván oktatás zajlik, szóval ez így nagyon nehéz összeegyeztetni, nagyon nehéz, vagy mindkét félnek nehéz szerintem. És én is ugyanígy érezném magam, hogy úgy érezném, hogy így nem akarok teher lenni, szóval hogy így inkább így. Nem szóval én megértem. Én jó, most így látom, hogy itt van ilyen gyerekprogramrendben. Hát de nincs. Vagy hogyha van lenne, akkor ma lenne a... Ilyen Levi, te vagy itt a besúgó? Én vagyok. Abszolút. Figyelek. Terepasztal... Vagy nem, ma hétfő van. Ma térképet kéne rajzolni. Nem, a Krisztel csinálni. Most vissza kell menni, nem? Igen. Ja, hogy nincs vaj. És akkor az kell...
A hűtőben nézted? Igen. Akkor ott nincs. Hát... Azt eldöntöttétek, vagy arról beszéltetek, hogy hogy fogtok együtt dolgozni? Mivel kezdtek, és hogyan? Ahogy... Mi azt beszéltük meg, hogy ahogy elkezdjük az ilyen alaptérképet, meg ezeket a zónás, a mostani felmérni a mostani helyzetet, hogy úgy, ahogy azt elkezdjük csinálni, az alapján fogjuk így kidolgozni így a munkarendet, hogy de már beszéltünk arról, hogy kisebb csoportokba fogjuk bombani, és akkor hogy mindenki így csinálni a részét, hogy óriási terület, hogy így. Akik nincsenek itt, azoknak meséljétek el, meg majd továbbítsátok, mert hogy most eljött az a pillanat is, hogy kezdjünk kevesebben lenni. Úgyhogy Gábor, eljött, hogy te eddig tudtál velünk lenni, úgyhogy ha valamit szeretnél, akkor... Hú, hát ja, ez a pillanat, ez az a pillanat, amit nem tudtam, hogy eljön. Valamilyen szempontból készültem is rá azzal, hogy nem folytam bele nagyon-nagyon dolgokba, úgy, ahogy máskor beleszoktam. De én azért kértem most egy pár percet, pár mondat erejéig, hogy megköszönjem nektek ezt az élményt, mert nagyon jó volt ez a családhoz tartozni. Nagyon jó volt ebben a kultúrában benne lenni, amit itt létrehoztunk. És ha egy dolgot hagyhatnál neki, arra, ami még eléjük, az rájuk vár. Mit hagynál itt még, mint egy ilyen kis kapszulát? Kapszulát? Bátorság kapszulát. Csinálják. Ezt menni fog. Sajnos ebben az autóban van még egy ember, aki be fog szállni és itt hagy minket. Mica? Egy kicsit magából hallom. Hát nagyon fáj, hogy el fog menni. Nagyon fura. Meg így azt éreztem nagyon, hogy így a helyemen vagyok. Rengeteg minden történt velem a nyáron, és folyamatosan azt érzem, hogy így full gázon éget egy csomó kiszorít sok mindent, és aztán pedig mégis van alkalom néha így megállni, meg lelassulni, és hogy ez is egy olyan lehetőség volt, amit így nektek köszönhetek mindenkinek, aki így megszervezte, meg aki befogadott minket, meg aki eljött, hogy így sikerült így ülepednem, meg így ülepednem, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy kincs, és nagyon irigykedek, hogy így itt lesztek, de közben azt is így érzem magunkon, meg így nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy ilyen sokkal hosszabb kapcsolódásnak egy lépcsőfoka, hogy most itt van egy ilyen intenzív hét, és hogy majd így folytatódik, és hogyha majd jönnek az e-mailek, meg az ötletek, meg a kalákák, meg a kérések, meg a adományok, meg mit tudom én, akkor ez így folytatódik, és hogy ezt így én nagyon-nagyon szeretném, és tökre azt tudom, hogy másfajta évben nem engedhettem volna meg magamnak, hogy egy ilyen intenzív kurzuson is így jelen legyek, és hogy ez az év meg így elengedte, és így nagyon jelen van így a vagy így jelen van így az életemben. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt akar. És nem leszek itt szombaton, és szombaton lesz egy ilyen show. Lesz egy show. És gondoltam, hogy akkor a show-t elkezdem valamivel, hogy legyen... Gyertek át oldalra, és üljetek le ott, ahol kényelmes. Harry Bergson egy téli legenda. Franciaország legkiválóbb koponyája. Bármerre jár, az emberek csak úgy némán is szekhatnak. Művei egyik nagy európai egyetemnek a tananyágával sem hiányozhatnak. 5 évvel később, 1927-ben, az Idő és Szabadság című eszéért megkapja az irodalmi Nobel-díjat. De ma, 1922. április 6-án valaki más is felkapaszkodik a társaság 64 lépcsőfokán.
éves német fizikus, Albert Einstein. 17 évvel ezelőtt publikálta a speciális relativitás elméletét, melyben elmagyarázza, hogy idő és tér nem egymástól feltétlenül független dolgok, hanem elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. És nem tudom, hogy valaki a relativitás elméletét szívesen összefoglalná tömören, vagy hogy mindannyian tudjuk-e, vagy akarjuk-e felállítani, hogy mi is az. Relativitás elméletét. Minden relatív. Minden perspektívától függ, egy adott személy, egy adott dolognak a perspektívájából, és ahhoz viszonyul. Az, hogy az idő megtér, az nem fogja, hogy állandó ellenben hatással van egymással. Igen, tehát hogy teljesen más, hogyha úgy nézzük, hogy egy vonat halad a térben, hogy mellette haladok, szembe haladok, a vonaton levő testnek mi a haladása, a vonaton, hogyha szemből megvilágítom, vagy oldalról megvilágítom, akkor hogy a fény bejön ilyen sebességgel, akkor kijön hátul, vagy ha bejön oldalt, akkor én nem vagyok fizikus, de hogy ez biztos jobban el lehet megérezni. Tehát, hogy az idő változik. A térkörön sebesség. Hát a relativitás elmélet az nagy mértékben meghatározta a gondolkodásunkat. És a tudományos világot teljes mértékben fejlte felé járította. Einstein azért érkezik ma ide a társaságba, hogy Bergsonnal az idő jelenségéről beszélgessen. Arról a témáról, melynek mindkét tudós egy egész életének a munkáját szentelte. Ám beszélgetésük, vagy vita, hát az eszmecseréjük egy közösséges veszekedését forkolott végül, amelyet Einstein, miután végighallgatta Bergson hosszú és szenvedélyes végőbeszédét, egy egyszerű, de mégis gyilkos mondotta az ábbe. Il mi adom, fazonto, filozofik. A filozófiai idő nem létezik. Legfeljebb pszichológiai idő létezhet. Einstein és Bergson összeveszése tökéletesen mintázza a fizika és a humántudományok között egyre mélyülő szakadékot. Azt a szakadékot, amely a világ tényszerű és objektív magyarázata, és az emberi érzékelésen keresztül napi szinten megtapasztalt világmagyarázata között húzódik. Bergson mélyen megbántja Einstein bejegyzése, hiszen az egész életét annak szánta, és annak szentelte, hogy megalapozza egy olyan jelenségnek a kutatását, amelyet nem csak a filozófia befején belül, de azon kívül még inkább túlságosan is utálnak. És ez nem más, mint az intuíció. Tehát itt áll előttünk ez a francia filozófus, aki bátran, precízen és meggyőzően érvel amellett, hogy az ember intuitív módon képes megfogni az idő lényegét. És ugyanilyen meggyőzően érvel amellett, hogy a filozófia feladata az, hogy az intuíción keresztül eljusson az idő legmélyéig. De csak is itt, az idő legmélyén találhatjuk meg a kulcsot, az élet felértését. Állítja Bergson. Bergson az idő megtapasztalásának két módját különbözteti meg. Az egyik az óra által mutatott idő, azaz a mért idő, a másik pedig a duré, az idő tartam. Vagyis a megélt idő. A mért időt azt mindjárt nagyon jól ismerjük. Azt látjuk, hogyha ránézünk az óránkra, egy templomtornyra, vagy a pályaudvar közvére, közben várunk a vonatunkra. A mért idő az nagyon kényelmes, mert az időt másodperceknek nevezett világos egységekre tagolja, és így rögös kalkulálni tudunk vele. Hát a mért időnek köszönhetően tudhatom, hogy hány éves vagyok. Vagy hogy annak köszönhetően tudunk elvégezni precíz és tudományos kísérleteket. És
És a miért időnek köszönhetően hívhatok meg valakit 3 órára, kiállásítanére valami a városban, aki nagy valószínűséggel is fog jönni. Tehát a miért idő az működik, de állítja Bergson. A miért idő természetéből adódóan nagyon is pontatlan, és pont ezért megbízhatatlan. De mit tudunk az időről, miután nem értünk? Mit tudunk az idő minőségéről, miután egy számra előtt? Mit jelent az, hogy 60 másodperc egy perc és 60 perc egy perc? Van olyan 60 perc, ami gyorsan telik, és van olyan, ami lassan telik. Arra vegyünk. Mit jelent 60 évesen telik? Kinek mi? Aha, és mennyiben befolyásolja a jelen pillanatát, a jelen pillanatának az élményét, mindaz az élettapasztalat és történet, amelyből ez a 60 év felépül. Tehát a megélt idő, a duré, az egy sokkal összetettebb és titokzatosabb jelenség. Mert a megélt időben nincsen két egyformán hosszú másodperc. Gyerekkoromban a nyári szülidők azok évekig is elteltek. És egy egész élet telt el a 6. és a 7. születésnapon között. Tehát a duré esetében, a megélt idő esetében múlt, jelen és jövő nem feltétlenül élesen egymástól elválasztható dolgok, hanem összekapcsolódnak. Mind a három jelen van a mostnak a pillanatában. Ugye a megélt idő óramutatói azok nem hagyják maguk mögött az említett pillanatokat, hanem összegyűjtik azokat, úgy ahogy történik. Tehát ebben az esetben, vagy ebben az értelemben az idő gyarapodik. És mi, emberek, az életünk során gyakorlunk. Igen. De és a most pillanata, az nem más, mint maga az örvénynek a magja. Ahol minden, amit eddig megértünk, és összegyűjtöttünk, és minden, ami a jövőben, az össze. Tehát ez a nap, 1922. április 6-a el fog nyílni, hogy következik egy új nap. Ám a két tudós, Einstein és Bergson egészen haláláig cikkekben és nyilatkozatokban azt mondja, hogy a másik azon, amit ő tévedett. Einstein tette egy békülési kísérletet, pár hónappal a párizsi látogatása után egy hívásnak érkezett Bergson postaládájába, egyik oldalán Rio de Janeiro gyönyörű fotójával, a másik oldalán pedig üdvözlet Albert Einstein. És ez hol lesz? A Népszigeten. Népszigeten? Plac Fesztivál. És Szélcsendéletnek hívják. És a Népszigeten egy ilyen másfél órás túra, amikor így a helytörténetről... Ja, a helytörténet, és akkor ott fogod ezt így mondom, más dolgok is lesznek. Igen, jó. Igen. És amúgy ilyenek ne, lehet. Ez csak a nem, az eleje ilyen pure tudománykommunikáció, és aztán pedig átváltunk. Aha. De ez nem csak most lesz egyszer. Hanem... Ez most 5-ször lesz a héten, és aztán vége. Igen, pont most a héten. Ez a szomorú. Igen. Igen, hogy ez egy fesztivál, ami most van, és egy holland koprodukció, akik meg elmennek, szóval, hogy mi itt hárman vannak hollandok, és 4-en vagyunk magyarok, és így csináljuk. De neked lesz szokott lenni hasonló. De van, lesz szeptemberben a Jurányiban, meg tehát vannak más társulatok, akikkel játszok. És akkor Pesten is elérhető, vagy mert valami Szegedet mondtatok? Ott adtunk elő múlt héten, két héten. De hogy amúgy a Pest a bázis, Pest környék. Jurányi, mert ősztől beindulnak. Jurányi, Muszínház, Trafó. Ja, Muhazott a 11. kerületben. Az Allénál.
Allénál. Arra jártam párszor, jó. Akkor ezt megjegyzem. Jó van, hát akkor majd... Jó, írjál rám, és minden úgy nyomod az infót. Ja, okay. Ilyen hidroglóbuszt. Ez elég szerény. Igen. Víznyomás. Igaz? Szia. De van benne Levente. Mi a gondolom ez a... Handpen. Ti csináljátok amúgy? Mi nem. Ja, azt hittem, hogy... Mi csak barátok vagyunk, és építő. Mit csináltok a fürdőt? A fürdőt? Ja, itt benne az a fás cucc. Aha. Az komoly. Aha. Most megjöttünk, ami... Hűtő, kávéfőző, grillkocsi. Ja, hogy elviszitek a cuccatokat? Csak a... Viszont a grillt meg a hűtőt. Aha, az ami a tiétek. És most lett ez kész, ez a holmi? Egy ez a... Hát az hág előtt egy nappal. Igen? Az komoly. Ott is van ám kutyaszag, bizony. Bizony van kutyaszag, igaz? Ott is van kutyaszag, nem károsz. Nem károsz. Hogy megy itt a konyha? Hát igazából befizetős volt nekünk, de hogy amúgy vagy, azt nem tudom. Nem, hogy kérdezzétek meg, hát kérdeznek, biztos csak lehet valahogy szerezni. Nem. Jaj, gyönyörű szélgász vagyok. De tudsz nekem kaját intézni? Intéz nekem, hozzá nekem finom kaját. Hoz. Hát van meleg kaja, csak itt a mennyiség az érdekes, jó, meg hát nem tudom, megkérdezitek. Szerintem... Leszünk ám hazafele. Igen, de az mégiscsak más. Az biztos. Helyette ott nem is tudom, ami a hűtőben van. Pálinka. Hát vagy itt van a grill. Műzli. Ez beférti? Nem. Igen. És úgy fér be. Játszatok a hangszeren? Egy ideje. Megpöngessen? Hát egy kicsit. Kicsit? Aha, mutassa valamit. Egy kicsit. Balra. Legyen balra. Ne! Ezt kellett levenni pedig. Ezt hogy csinál? Keresd be vagy. Nem. Akkor meg be. Ja, még egy. Aha. Na, jó. De akkor cserébe segítenek fel a kollégának, amíg én zenélek. Igen. Mert ő meg hűtőt hall. Hát mi van még? Játszottál az óta, Bali? Aha. Mikor? Nem voltam. Jó. Ja. Nem is tudom, hova székem is van.
Egy pár levesért zenének, fiatalok! Köszönöm. Ezt kaptuk. Kaptuk ezt a hangszert. A melóér? Többek között. Többek között, igen. Vagy a barátságunkért, vagy a rosszabb tudja, miért adják ezek a gyerekek. Vajja? De ne húzzam el erre? Yeah. Ők csinálták a fürdőszobát. Jó, igen. Szia, most amikor jöttem. Én így? Én. Csere valát, szia. Most amikor jöttem. Mit csináltuk ezt a szörnyűséget ott bent? Zsebélyt. Annyira jó. Használjuk, igen. Annyira. Én már ki is takarítottam reggel. Én meg lefotóztam és elküldtem mindenkire. Nézzétek, hol van. Hol vagyok. Igen. Yeah. Jó lett. Zsenyős. Hát meg ugye próbálunk minden mi is a helyből. Tehát, hogy ha megnézed még a törölköző fogantyúk is, igen, az itteni vezérdrótól vannak megcsinálva. Hát csak az ja, hogy ilyen újra... Minden tulajdonképpen minden másiktól. Ami itt volt, az ha megnézed a kézmosók, az itató, a régi itató, a boxok a WC-be, azok, igen, a régi istálok. Hát innen vannak az erdőben. Ja, innen van az erdőben, minden. Ja, igyekeztünk. Hát ez egyelőre egy elég parányi költségvetésből, de bízunk benne, hogy jövőre már megnyílnak a pénzcsapok, és akkor még nagyobbat alkotunk. Eddig úgy tűnik, hogy így lesz. Így legyen. Mindenkinek tetszett, úgyhogy ez azért csak afelé mutat, hogy akkor érdemes. És ezt ti szerveztétek, vagy? Nem, mi csak résztvevők vagyunk. Jövünk és tanulunk, okulunk. Igen. Az jó. Az jó. Megélvezzük az infrastruktúrát. Így van. Jó munkát nektek. Köszönjük. Sziasztok. Te csináltad a beázást? Nem a beázást, hanem a fürdőszobát, vagy mi ez. Lehet, hogy lenyeltem, leszívtam egy ilyen izét. Amit száldosnak itt ezek a cuccok. Nem tudom. Ne hajj meg, kérlek. Nem most. Valami van. Mi most a gofrizáson megy a pénz, a pénzezés, vagy a pénzezésen a gofrizás? Most valaki kifizetett neki gofrit? Vagy mi a? De nem is. Hát nem, ezt nem egészen értünk. De most egyelőre azt mondja, hogy csak egyetemet, és azt is ígyelem. Azt hiszem, ez a kívül. Ja, van ebéd. Hát ez jobban néz ki egy kicsit, mint amit mi csináltunk.
Hát, ez van. Ennyit számít. A hozzáértés, meg az eszköz. És hogy jobban néz ki, mint amit mi csináltunk. Ja. Maga a fasírt is. Na milyen, amilyen kéhez képest? Vagy az enyém? Most egy szakács van. Hát majdnem, de egy kicsit más. Ugyanolyan, csak teljesen más. Igen. Csak könnyen szörvölhető. Lehet a hajat. Lehet a hajat készültem. Jó étvágyat. Milyen a tegnapihoz képest? Mindjárt vagyok. Nincs különbség? Finom. Minden úgy finom. Oké. Ennyit tudtam tenni az ügyetekében. Nem volt rossz a mintás. Diplomatikus, diplomatikus. Nem volt rossz. Fontos számomra a visszajelzés. De tényleg nagyon finom volt. Tényleg? Mert hasonló egy kicsit, de valahogy mégse teljesen olyan. A mangold hát igen, volt, hát nem a cég, nem a céglesi mangold, szélsz, mangold, hanem ez a... A mangold volt, ja, volt tegnap? Az, amíg nem voltam. De mangold volt tegnap? Tegnap igen, volt a mangold? Igen, az nagyon, az csúcs volt. Az csúcs, az nagyon finom volt. Az nagyon kicsom. Tegnapihoz képest, hogy ízlik nektek ez a mostani? Dia, lehet rakotázni még kétszer, akkor király lesz. Jó, oké. Okay. Mennyi a gofri? Körülbelül. Mennyit szoktak adni? Nem tudom. Ő intézi a pénzügyet. Igen? Ja, szép. Szét kell vágni így, és akkor én nagyon klassz. Hát tényleg. Hát miért nem? Egybe akarod? Igen? Egybe legyen? Oké. Okay. Hát az elfonya az kevés van. Igen, az, de azt Misi meghagyta, az a baj. Az enyémre sokat tettetek, azért fogyott el. De gyönyörű volt. És isteni például. Kemping kávé. Utána próbáltam járni, de nem tudom. Most elmegyek a pénztárcánál, és valami gofrit megpróbálok kicsikorni magamnak is. De már fogy. Áfonya már nincs. De mennyit adtál? Na jó, de... Mégis lőjük be. 500? Semmi apom nem volt. 500. 500-at adott egyért, úgyhogy jó vagy. Jó vagyok. Nem, csak egymásra. Már visszahajtottam saját magát. Ja. Vannak, akik a pizzával csinálják. Ott visszoktam. Ja, ez a cserkészes, ami rajtad van. Aha. Az Anzsuli Lion, vagy mi a bánat? Ez a forma. Ez valami olyan? A Lilion forma. A BP bácsi ezt találta ki. Ki? Kicsoda? BP. BP? Lord Baden Powell. BP. Ez valami angol? Egy angol katonatiszt volt, aki a burháborúba harcolt. És ott jött rá arra, hogy a gyerekek úgymond arra képezte ki, hogy felderítők legyenek. Hogy el tudtak... Ja, hogy azért cserkész, mert hogy cserkészik, felderít. Igen. És ilyen katonai vonalon indult az egész. És aztán, amikor hazament, akkor látásuk utca gyereket. Azokat a módszertanokat, amit ő a háborúban használt, hogy gyerekeket tanítson. Azt elkezdte már jóra fordítani. Nem katonai célokra, hanem olyan
Először volt benne ilyen hazafiasságra való nevelés, a ilyen katonai vonal, de aztán végre inkább ez manapság már inkább kiputik benne. Van hazafias nevelés, de nem katonai vonal. A forma meg a keretek, azok mint katonai dolgok, meg az egyenruha. Én azt látom, hogy szeretik a gyerekek. Ő mikor hazament, ő sztár, a gyerekek rá akartak hasonlítani. És egyfajta, úgymond egy ilyen homogenizálva az egyen van. Nem attól, hogy különböző gyerekeket szedik össze. Nagyon gazdag gyerekeket és szegény gyerekeket, utca gyerekeket. És ezzel kiiktatta azt, hogy a ruhájuk alapján ítélődjenek meg egymást össze. Hogy ki az, aki módosabb, ki nem. Én mindenki egyenlő. De hát látszik az arcodon, hogy már betoltál. Csinált egy tábort, egy szigeten. Kísérletezett egy kis nagy sikere, könyvet írt meg a tapasztalatokat. És abból nőtte ki magát az egész világon. Hasonló az úttörő is. Az úttörő az a... Megkapták gofrit? Nekem olyan azt mondja, hogy elmegy. De a gyerekek már megint esznek. Nem baj, hát azt láttam, igen, de a Mózes az előbb rendelte meg, mint a Gábor. Viszont a Gábor elmegy, és akkor én kiestem a láncból, én meg tudom várni. Csak a Mózes már nevetem egy négyet. De azt én nem tudtam, én nem tudtam. Hát... Annyira jó rá. Én beszéltem, nem vagyok jó, de tényleg nem hiányzik annyira a gofri, tehát most erről könnyen mondok le. Ha, kevernek indolán. Ha más kellett volna odaadnom, lehet, hogy én is problémáznék, de beszéltem a Laurával, és ő nem mondta, hogy már négyet adott a vegyeret. Na az a lényeg, hogy te is mondtad. Hát majd. Fölállítjuk a munkaállomást, találtunk egy dolgot, amit így most letakarítok, és ez szerintem a miénk lesz. Jövök már is, csak még a cserkész úttörőt meghallgatom még miért. Igen. Gyakorlatilag a cserkészet 1903-tól felépített egy rendszer. Aha. Amit én azt látok, hogy, és ez egy vallásos nevelése való rendszer. Tehát mindenféle vallású gyerekekkel foglalkozott. Ezért viszont kiszedte belőle a kommunizmus a vallást. Ha nem helyére berakta a kommunizmus filozófiáját. Gyakorlatilag átkommunistásított. Igen, azt csinálták vele. Igen, tehát ugyanaz, csak nagyon sok eleme megmaradt. Nem kereszt van, hanem vörös csillag. Más dalok egy kicsit meg. De ugyanez a... De a nyakkendő, a síp, a nyakkendő, az alakik, a gyereknek úgyis csak az kell, hogy együtt a jövendő közösségével, a csoportjával, a kortársaival, legyenek őrsök, legyenek izék. Tehát úgymond a törzsiségnek ez a legkisebb egysége. Alkotnak egy kis családot, és van egy vezető, aki kicsivel idősebb, mint ők. Tehát nincs generációs különbség, de a fiatal is beletanulod, hogy milyen vezető másokat. Aha. Mire felnőtt lesz, addig van megérzett azok a készségé. Világos. Jó, köszönöm. Köszönöm. Micsoda hangok. Mit csináltok? Táncolós maci. Táncolós maci. Aha. És ez a másik fajta papír? Abból is kivágtok? Igen.
lednek szegletes, és ezt mire használták? Ebből ételt készítettek, olyan, mint egy ledben egy salátába tenni, vagy volt, aki levest készített belőle. Aha, akkor ez ilyen zöld leveles növény. Nem, ez olyasmi, mint a borsó. Nem, mint a borsó. Sose hallottam róla. Általában takarmány növénynek használják, vagy ilyen takarmányozási iparban, de egyébként még belőle, de nincs akkora hozamadás a zöld borsónak. És van egy könyv, amiben ezek benne vannak, hogy mik... Az a nem, hogy elfeledett kártyanövények. Aha. Nem ízlik neked ez a cucc? De. Az is? Ja, hogy ez csak a vár... Ja, hogy... Hamburger, kombinálod. Halmozod az élvezeteket. Gyertek! Gyorsan! Köszönjük a lehetőséget! Gyorsan!